Ebből a garázsból mentett ki vasárnap délután három embert Pápai Balázs rendőrzászlós. Tegnapi napján erőszolgálatot láttam a Tatabányi területén Felsőgallon magasságában, amikor a Kőszikla utca magasságából nagy füstre lettem figyelmes. Ekkor oda mentem, megkerestem a füst forrását, ekkor láttam, hogy a 38-as számnál ég a garázs. Ezt egy férfi kezdte el oltani, aki felszólításomra elhagyta ott a területet, és tájékoztatott, hogy a lakó ingatlanúik három személy bent tartózkodik, ők nem tudnak kijönni a tűztől és a füsttől. Hivatalosan elsődleges az életmentés. Nem gondolkodtam rajta, bementem, először a sérült férfit hoztam ki, akinek a bal lábrésze égett meg, illetve az ő feleségét, majd utána visszamentem a melléképületben tartózkodó édesanyjáért. Még ő emberéleteket mentett, megérkeztek a tűzoltók is. Annyi volt, hogy a néző tömeg, ők már értesítették a tűzoltókat, tehát amikor az édesanyjával a sérültnek kijöttem a házból, akkor már odaértek a tűzoltók és megkezdték az oltást. 3-4-5 perc véleményem szerint, akkor már a házal is átterjedt volna a láng. A hős járőr előjáróitól is dicséretet kapott. Előjárók gratuláltak, megköszönték a munkámat, és továbbra is kíváncsiak, hogy hogyan tudom ezt még fokozni. Persze, amikor hazatért a szolgálatból, elmesélte a délután történteket. Párommal mindig megbeszéljük azt, hogy mi történik velem szolgálatban, legalábbis az, ami rátartozik, illetve hát a kislányom látott is a iradóba, és azt mondta, hogy nagyon büszke az édesapjára. Aggódtak, de már hozzászoktak. A tűz okát jelenleg szakértők vizsgálják.